Szeretettel köszöntöm Önöket, Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat látják. Egy gyermek életét az édesanyja várandóságától elkezdve a gyermek felnövekedéseig végigkíséri a védőnő, akinek talán néha-néha nagyobb feladata és felelőssége is lehet, mint az orvosnak. A mai műsorban Raduka Gyöngyi védőnőt hívtam, akivel a szakmáról fogunk beszélgetni. Szia Gyöngyi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Örülök én is a meghívásnak. 28 éve vagy ezen a pályán. Igen, az idén lesz. Idén lesz 28 éve. Nem lehet erre ráunni, erre a szakmára egyáltalán? Hát szerintem abszolút nem. Mindig új gyermekekkel találkozik az ember, új családokkal, úgyhogy ez változatossá teszi a munkánkat. Az ember egyébként így kívülről nézve azt gondolná, hogy a babákkal és a gyermekekkel való foglalkozás az egy nagyon hálás feladat. Hát ez így is van. Ők még őszinték, mosolyognak és barátságosak az emberrel. El lehet velük szórakozni, dajkálgatni őket. Az embernek egy pozitív érzést ad, amikor magához ölel egy pici babát. Úgyhogy nekünk mindig van kisbabánk, ezt szoktam mondani. Hogy kezdődött egyébként nálad ez a szakma? Hogy csöppentél bele? Hát igazából én gyerekorvos szerettem volna lenni, mivel gyerekkoromban nagyon sokat voltam beteg. Horváth Évike doktornő volt a gyerekorvosom, és mindig nagyon hálás voltam neki, mikor meggyógyított, mert ha beteg voltam, akkor én igazán az voltam, nagyon sokat hánytam. És valahogy az ő személyisége egy nagyon megnyugtató, barátságos, mosolygós, vidám doktornő volt, és ma is az még. És szerintem talán ő indított el ezen az úton, hogy gyerekekkel foglalkozzak. Valamint nagyon szerettem a gyerekeket a lépcsőházba, folyamatosan dajkálgattunk valakit a barátnőimmel. Aztán a József Attila gimnáziumba jártam, ahol az utolsó évben meggondoltam magam, nem mertem bevállalni az orvosi egyetemre való jelentkezést, és a védőnői szakmát, mint hasonló társszakmát választottam, és így csöppentem bele. Egyébként ehhez milyen tanulmányokat kellett folytatni? Hát akkor mi kellett, és mondjuk ma mi kell? Főiskolára jártunk, akkor még 3 éves képzés volt, ez most kibővült, és már egyetemi szintre emelték, és 4 éves képzés folyik. És akkor a főiskola elvégzése után rögtön belecsöppentél? Főiskola elvégzése után én Velencén kezdtem dolgozni. 1 évet dolgoztam, aztán várandós lettem, és mivel veszélyeztetett lettem, így otthon maradtam, és aztán 2 gyermeket szültem, így 7 év után tértem vissza 97-ben. Akkor viszont már itt Fehérváron folytattam a munkámat. Te ugye területi védőnő vagy, azért ennek a szakmának is vannak területei, vannak iskolavédőnök, területi védőnök, mi mindenből áll ez? Igen, jól látod, van a területi védőnő, aztán amikor a gyerekek iskoláskorúak lesznek, akkor az iskolavédőnő veszi át a velük való foglalatosságot és vizsgálatok sorát, aztán vannak a kórházi védőnők, akik a szülést követően munkálkodnak a és végzik a teendőiket a kórházon belül, amikben tartózkodnak az anyukák. Ez mostanában nagyon lerövidült, mert már ilyen 3 napos hazadások vannak, úgyhogy igazából ők kevesebbet találkoznak, de nagyon jelentős munkájuk van nekik is a szoptatás terén főként. Illetve a családvédelmi szolgálatnál is védőnő dolgozik, amikor a megszakításra kerül sor, akkor ott is védőnő végzi a munkát. Egyébként te a területi védőnőséget azt magad választottad, vagy így jött ki? Amikor én elkezdtem dolgozni, akkor még nem voltak külön iskola védőnők. Akkor ez úgy történt, hogy a területi védőnő látta el az óvodát, illetve ha volt hozzá tartozó a területén iskola, akkor azt is. Ez még mai napig van olyan hely, ahol ez így működik. Fehérvár az a szerencsés helyzetben van, hogy külön tudja választani ezt a területet, tehát van a területi, illetve az iskola védőnői szolgálat. A területi védőnő az úgy néz ki, mondjuk, hogy a lakcím alapján bizonyos kerületbe vagy területhez tartoznak az anyukák, illetve igen, a családok? Ezt elég furcsán szoktuk kérdezni, mikor egy várandós kismama jelzi, hogy szeretne gondozásba kerülni. Mindig azt szoktuk kérdezni, hogy hol hajtja álomra a fejét, hol tartózkodik életvitelszerűen, mert akkor tartozik ahhoz a védőnőhöz. Tehát utcák szerint vagyunk elosztva. Tehát mondjuk, hogyha valaki elköltözik, akkor egy újabb körzetbe tartozik. Így van, így van. Hát ez szokott gondot jelenteni, de sajnos nem tudunk mit csinálni. Nagyon nagy létszámmal dolgoznak a kolléganők is, és nem lehet azt, hogy más körzetébe belátogat az ember, úgyhogy ilyenkor lecserélődik a védőnő, így van.
Ezért ez egy kicsit furcsa lehet abból a szempontból, mondjuk, hogyha valakinek a várandóságát végigkísérte egy védőnő, és aztán megszületik a gyermek, hogy utána máshoz átkerül. Hát ez a legrosszabb, de szerintem mind a két fél így éli meg, a védőnő is, illetve a család is, mert sokkal jobban beépül az emberbe egy család, hogyha a várandóság elejétől kezd el gondozni, és végig tudja kísérni a gyermeket is egészen az iskolába menetelik. Illetve ha beköltözik valaki, az a védőnőnek se épül úgy be, tehát egy kicsit mindig idegen marad azokhoz képest, akit végigvitt várandósan. Egyébként a szám szerint lehet tudni, hogy így Fehérváron hány körzet, illetve hány védőnő van? Hát körzet, létszám szerint 29 körzet van. Ez a hány orvosi rendelői körzet? Nem passzol most már. Régen passzoltak ezek, most már nem passzol. Több a védőnői körzet, mint az orvosi körzet. És hát utcák szerint ez le van bontva. Picit beszéljünk arról, hogy milyen területei, illetve feladatai vannak a védőnőnek. Ugye műsorunk elején elmondtam, hogy onnantól kezdve, hogy valaki várandós lesz, és akkor kezdjük is szerintem ezzel a részével. Onnantól kezdve mondjuk, hogy én babát várok, mi a teendő? Amikor a kismama a kézhez kapja, hogy élő magzata van a szíve alatt, akkor az az első, hogy a védőnőt fel kell keresnie. Ebbe segítséget kap a szülésznőgyógyásztól, illetve most már interneten is elérhető, hogy hol találja meg az utcájához tartozó védőnőt. Vele kell felvennie a kapcsolatot, egyeztetnek időpontot, és megtörténik a kiskönyv kiállítása. Ez vagy az otthonában történik a kismamának, vagy pedig ha a tanácsadóba adjuk ki a kiskönyvet, akkor két héten belül meg kell látogatnunk otthonában a kismamát. Tehát ez törvényileg nekünk elő van írva. Utána történnek a vizsgálatok, illetve rendszerességgel találkozunk a tanácsadóban. Menet közben a várandóság alatt még 4 alkalommal kell meglátogatni a kismamát. És utána, amikor megszületik a baba, akkor pedig folytatódik vele a gondozás. Kicsit menjünk vissza az elejére, hogy az elejétől kezdve mondjuk havi rendszerességgel kell meglátogatni. Hát igazság szerint úgy van kiírva a törvényben, hogy 4 alkalommal kell megjelenni várandós gondozáson a tanácsadóban, de én például sokkal sűrűbben látom a kismamákat, szeretem őket körülbelül ilyen havonta, 5 hetente vissza. Tehát akkor ezt te egyénileg meg is szabhatod, igen, hogy mondjuk mikor szeretnéd látni a kismamákat. Igen, igen. És ilyenkor mi történik egy-egy ilyen találkozás alkalmával? Hát az eleje még nem olyan fergeteges dolgok történnek. Vérnyomást mérünk, testsúlyt ellenőrzünk, vizeletvizsgálat történik minden egyes alkalommal, illetve átbeszéljük azokat a dolgokat, amik éppen aktuális heteknek megfelelően kérdések felmerülnek a kismamában. A leleteket nézzük át, megbeszéljük, hogy esetleg vaspótlásra van szükség, hogyan táplálkozzon a kismama, mennyi folyadékot vigyen be, mire figyeljen oda. Tehát azért egy kicsit én úgy érzem ebből, meg hát amikor én is magam is kismama voltam, hogy néha-néha a védőnő már egy félig meddig orvosi feladatkört is elláthat, hiszen javasolhattok mondjuk vitaminokat, és ezt, amit most az előbb említettél. Néha talán egy kicsit lehet, hogy bensőségesebb is mondjuk a viszony, mint az orvossal. Hát igen, mert valószínű, hogy több idő jut a védőnőnél egy-egy várandósra, mint magán a rendelésen, ahol az orvossal találkozik. Javaslatokat tehetünk, így van, és utána megbeszéli a kezelő orvossal, hogy ezek közül mit javasol ő, és mit ír fel neki. Az első ilyen találkozásnál azért szoktatok kis ajándékcsomagot is átadni a kismamáknak. Ez mit szokott tartalmazni, mi mindent találnak benne? Hát ezek igazából a Babamama újságnak egy példánya van benne, egy kis mappa, amiben összegyűjtheti a leleteit, ami nem mindig fér bele, mert van, akinek annyi gyűlik össze, hogy nem fog ebbe beleférni, illetve egy kis tájékoztató füzet van bent, ami a várandóságot kíséri végig, és nagyon jó kis tanácsok vannak, hogyha éppen fejfájás van, mit tegyen a kismama. Tehát ilyen tanácsokkal látja el, illetve szociális juttatásokig minden benne van. A kismamák egyébként milyen gyakran szoktak megkeresni, mondjuk csak telefonon, tehát hogyha mondjuk valami panasz van, akkor rögtön hívják a védőnőt? Hát személyes tapasztalatom az, hogy igen, úgy szoktuk megbeszélni, hogyha bármi van, ami éppen aktuális pillanatban idegesíti őt, vagy kapott egy leletet és tele van csillaggal, akkor ne kezdjen el az interneten kutakodni, hogy most az mit jelenthet, hanem vegye fel a telefont, hívjon föl és beszéljük inkább meg, vagy jöjjön be és akkor átnézzük.
Igen, most jó, hogy mondtad az internetet. Ugye nagyon sokan tényleg már, hát szerintem én most saját tapasztalatban mondom, hogy beleesnek ebbe a hibába, hogy az internetet böngészik. Egyébként ez szerintem minden területre, bármilyen orvosi területre vonatkozhat, de hogy tényleg egy kismama mondjuk a saját példámból visszakanyarodnék kiindulva, én heteken keresztül, tehát minden hetet ellenőriztem, hogy melyik héten mi történik, ez még az első terhességnél volt, aztán persze a másodiknál ez már nem így volt, és hát ugye a legnagyobb izgalommal várakoztam én is, és hát ez az egész család ilyenkor, amikor első gyerekről van szó, és hát tényleg a mai világban az internet azért egy kicsit úgy félre tudja vinni ezt a dolgot. Hát, nem kicsit. Régen ugye, mert hát most már egy 20 jó néhány éves pályafutásodról beszélünk, régen azért nem volt internet, ugye kicsit más volt, mások voltak akkor a kismamák? Igen, igen. Ebből kifolyólag, voltak, vagy más? Nem izgultak ennyire, tehát természetesebben kísérték végig a várandóságot, a szoptatást. Tehát az a baj ezekkel a technikai csodákkal, hogy egy kicsit a természetességét veszik vissza a dolgoknak szerintem. Egyébként sokszor szóba kerül a kismamák életkora, hogy ugye mostanában nagyon kitolódott az életkor. Régebben mondjuk 10-15 évvel ezelőtt még azért 20 évesen bátrabban bevállalták a gyerekeket. Hát akkor ez volt. Én is 23 évesen szültem az első gyermekemet, úgyhogy igazából ott a 20-30 év között volt az időszak, amikor várandóságot vállaltak. Most fiatalok. Egyébként neked milyen tapasztalataid vannak? Mi az az átlag életkor, amivel vállalják hát a gyerekeket? Hát ez a 30 fölött, 34-35. És meddig tolódik ki egyébként? Hát eléggé. 40 éves, és már még a fölötti kismama is van. Nemrég hallottam egyébként, hogy Janet Jackson azt hiszem 50 évesen vállalt gyermeket. Hát igen. Ennek egyébként lehetnek veszélyei? Én talán illetve milyen veszélyei lehetnek? Hát én inkább a gyermek szempontjából látom azt, hogy azért az ember örül, hogy végigkísér egy gyereket egészen odáig, míg ő is családot alapít, és aztán megéri az ember, hogy nagymama is lehet. Szerintem itt vannak inkább hátulütői, hogy azért véges az emberi életkor, és ha 50 évesen szülök, akkor nem biztos, hogy megérem az unokámat. Én ebbe látom. Illetve egy kicsit talán rugalmasabb az ember fiatalon. Könnyebben át tudja értékelni a dolgokat napközben is, tehát a teendők között is könnyebben lavírozik az ember. Kicsit, amikor 30 éves elmúlik az ember, azért vannak megrögzött szokásai, amit úgy szeret már magának betartani, és oda egy síró gyerek azért eléggé rendesen felborítja az életet, úgyhogy nehezebb beilleszteni. Egyébként így a munkavilágába való visszakerülés, mert hát ugye ilyenkor alapban 3 évig mondjuk nem dolgozik egy anyuka, vagy kiesik jobb esetben, akkor mennyire jellemző ez, hogy mennyire tudunk visszailleszkedni mondjuk a társadalomba, illetve a munkavilágába, inkább így kérdezem. Mondjuk régebben talán, vagy tehát amikor mondjuk fiatalabb az ember, akkor még talán könnyebben tud visszailleszkedni, én azt gondolnám. Hát szerintem nem, mert én magamból is emlékszem, hogy nagyon nehezen. Tehát az ember egy más életszintéren mozog, egy gyereki szinten, a kommunikáció is arra részre korlátozódik le, és utána visszamenni a felnőttek világába azért egy ember próbáló feladat. És én ezt akkor is éreztem, szerintem ez mindig az embernek a lelkét egy kicsit változtatja, vagy nehezíti meg. És egyébként az is forrása lehet egy-egy depressziónak, hogy mondjuk ilyenkor az ember hogyan áll vissza? Hát ezek lehetnek, mivel az embernek a depresszió az életében, amikor ilyen nagy váltások történnek, az bármikor bekövetkezhet, ha éppen olyan paszban van. Úgyhogy ez is lehet, igen. Meg ha nem talál munkahelyet, akkor megint más problémákat talál magának az ember, vagy szembesül más problémákkal is. Kicsit visszatérve még a várandósághoz, illetve a várandóság végéhez, ugye amikor már egyre nehezebb minden, de ugye azért az ember kap tanácsot, hogy hát azért most akkor még ezt vásároljuk meg hogy mi mindenre van szükség. Én azt látom, hogy nagyon sok fölösleges dolgot megvesznek az emberek. Van azért egy olyan lista, amit ti szoktatok adni, és akkor mondjátok, hogy ebből mi az, ami kell, és mi az, ami nem. Igen, igen. Hát ez tényleg így van, hogy bődületes kínálat van a piacon, és ezt nagyon ki is használják a kereskedők. A babákra lehet építeni, el lehet adni minden. De nagyon-nagyon sok felesleges dolgot bevásárolnak a szülők, így van. Van listánk, amit ki szoktunk adni, ezen egy minimál feltételrendszer van, ami kell egy baba ellátásához.
és az bőven elegendő lenne. És a kismamák egyébként úgy maguk számára mit lesz? Mennyire vásárolják tele magukat? Jó, hát nyilván hát kellenek eszközök, meg kellenek hát ugye baba születéséhez megfelelő... Szerintem attól függ, hogy az üzletekben mennyire hatékonyan tudnak rájuk hatni, hogy a védőnő szavát hiszik el, vagy ott rá tudja tukmálni az eladó, már bocsánat, hogy így mondom, a terméket, így van. Beszéljünk egy kicsit arról a néhány hétről, amikor megszületik a baba, ott nektek, mint védőnöknek milyen szerepetek van? Hát ott igazán nagy szerepünk van, én úgy gondolom. Szintén egy váltás az ember életében, és ahol első baba érkezik, ott nagy felfordulást tud okozni az életben. Szerepünk van a szoptatásra hangolásban, ha nem mennek a dolgok, akkor abban szoktunk segítkezni. A köldökellátásban, a baba bőrének ápolásában, fürdetés, öltöztetés, altatás, napirend kialakítás, tehát ezekben a dolgokban. Amikor megszületik a baba, akkor mi az első dolog? Mert én úgy emlékszem, hogy nekem is talán telefonálnom kellett és szólnom kellett, hogy igen, megszületett a kisbaba. Hát most már van informatikai háttér, ami biztosítja, hogy a kórházból a kórházi védőnök kiküldik az értesítőt. Aztán, ha lefagy ez a rendszer, akkor én szoktam mondani a kismamáknak, hogy egy SMS-t vagy egy telefonhívást tegyenek meg, hogy megszületett a baba, mert pontosan ebből adódóan, hogy ha simán szül, akkor 3 nap múlva otthon van, sőt, most már 2 nap után, hogyha császárral szül, akkor egy kicsit később engedik haza, hogy tudja az ember kiszámolni, hogy mikor érnek haza. És akkor ilyenkor ti mikor léptek be a család életébe? A család életébe egy 24-72 órán belüli látogatási kötelezettségünk van, úgyhogy szinte másnap már ott vagyunk. Aznap én nem szoktam zavarni őket, mert kisebb-nagyobb felfordulással jár, hogy az ember hazajön a kórházból, és örül, hogy végre otthon lehet a saját környezetében. Így aztán másnap szoktam meglátogatni, ha hétköznap van. Ha hétvégére esik a hazadás, akkor nyilván az első munkanapon. És utána mennyi időközönként? Az első 6 hétben hetente látogatjuk vissza a babákat. Ez körülbelül annyi idő, míg összehangolódnak egy kicsit. Tehát ráhangolódik az anyuka a babára, illetve fordítva a baba az anyára. És akkor onnantól van egy tágabb látogatási kötelezettségünk, akkor havonta. De ahol igény van ránk, akkor nyilván ott sűrűbben megyünk, nem pedig havonta. A területi védőnő ugye egészen a gyermek 6 éves, illetve iskolába kerüléséig, így van, pontosabb, hogy 7 éves, igen. Addig nyomon követitek a fejlődést. A babakor után ugye van már, hogy csak évente, hogy van ez pontosan, hogy mennyi időnként látjátok a gyerekeket? Tehát csecsemőkorban havonta kell látogatni, 1-3 éves kor között negyed évente, 3-6 éves korban szintén ez a negyed éves ciklus, de fél évenként mindenképp kellene. Van egy születés körül adódó, hát probléma néha-néha adódhat, ugye az a szoptatás. Ugye ez egy, van, aki számára kényes téma, egyébként meg egy teljesen természetes dolog. Azért vannak, akik megtagadják, én ilyet is hallottam, szerintem sajnálatosan. Van persze, aki önhibáján kívül képtelen a szoptatásra, és hát ugye vannak, akik szemérmesebbek, nektek azért ebben nagyon nagy feladatotok van, hiszen ugye egyes esetekben, akik vállalják és tudnak szoptatni, ugye ott segítségre is szorulhatnak a kismamák. Így van. Hát mondhatom úgy, hogy kevesebb az az eset mostanság, ahol könnyen és gördülékenyen mennek ezek a dolgok. Tehát ahol ráhangolódik úgy az anyuka a szoptatásra, hogy nem képez benne egy görcsöt. És több az az eset, amikor az elején egy kicsit döcögősen megy a dolog, aztán szépen belerázódnak. Tehát akkor régen ez másképp volt, pont fordítva esetleg? Hát nem tudom, igazából régebben nem volt ez a kitolt szoptatás, tehát hogy 6 hónapig csak kizárólagosan szoptatunk. Ez most jött be, változott ez annyit, hogy szerintem ez képez egy görcsöt egy anyukába, hogy elvárják, hogy csak szoptass, mert csak az anyatej jó a babának, és valahol biztos, hogy ez negatívan hat rájuk. Régebben ugye nem voltak ilyen, hogy meddig szoptas. Hát még nyilván ez ugye az embertől és a babától is függ, tehát nyilván van. Azért van egy olyan van. Kérdőjel az emberben, hogy miért szabják meg nekem, hogyha hát igazából korlátok. Annyit változott a tudomány, hogy 6 hónapos korig kizárólagosan szoptatott baba is gyönyörűen fejlődik, mert tartalmazza az anyatej mindazt, amire szüksége van. Ez teljesen jó ebből a szempontból, hogy allergia, későbbi betegségeket nagyon jól ki lehet védeni vele.
Tehát ezért van ez meghatározva, hogy addig jó lenne, ha mindenki szoptatna. Csak ez, hogy ezt úgy kimondja az ember, szerintem ez egy olyan pallósként lóg fölötte, hogy eddig kellene, és ha nem tudsz, akkor te nem vagy jó anya. Pedig ez nem ezen múlik, hogy ki milyen anya. Igen. Van egyébként nagyon-nagyon sok olyan anyuka, aki mondjuk egy évig is, vagy több évig is tud szoptatni. Vannak ugye kirívó esetek is, nálad fordult már elő, hogy mondjuk több éves szoptatásról hallottál? Igen, igen. És ez jó egyébként, szerinted? Hát, azt mondják, hogy jó, aki benne van. De tapasztalat szerint, hát azért valahol azért egy határt kellene húzni, hogy leváljon az a gyermek. Én azt tapasztalom, hogy talán azok a gyerekek nehezebben válnak le az anyukáról. Lehet, hogy aztán későbbi felnőtt életkorban, ezt még nem tudjuk, mert még nincs annyi tapasztalatunk, hogy fog visszajönni, hogy önállóbbak lesznek, vagy bátrabbak lesznek azok a gyerekek. De nekem, akik a körzetemben voltak, és ilyen 5 évesen is szopízik a gyermek, azt veszi észre az ember, hogy kevésbé önálló, vagy nehezebben válik le, ragaszkodik jobban az anyához. Hát azért az anyukának is valamennyire teher lehet, hogy nagyon össze. Hát ő náluk nem, kötve, nem. Akik nem? Így szoptatnak, náluk nem. Ez teljesen természetesnek. Miután ugye hát szoptatás mellett is azért már hozzá táplálás azért el kell, hogy kezdődjön bizonyos életkorban. Most hogy néz ez ki? Mikortól lehet elkezdeni a hozzátáplálást? Mert mindig változik. Igen. Hát a jelenlegi nézetek szerint ugye 6 hónapig kizárólag szoptatást szoktunk javasolni. 6 hónapos korba kezdjük a hozzátáplálást, szépen apránként, nem kell elkapkodni. Főzelékekkel, gyümölcsökkel történik a bevezetés, és a baba ütemét kell mindig figyelni, hogy ő hogy hajlandó ezt fogadni. Ha a súly fejlődésében nincs gond, akkor nyugodtan rábízhatjuk, hogy milyen ütembe szeretné ezt beépíteni magának. A tápszeres babáknál kicsit korábban, de most már ott is próbálják kijebb tolni ugyanígy ilyen 5-6 hónapos korra a hozzátáplálás megkezdését. Ugye a hozzátáplálás is egy olyan dolog, hogy azért is lett kitalálva, hogy milyen élelmiszert mikor vezethetünk be, mert hát ugye különböző allergiákhoz és a többi betegségekhez is vezethet. Ugye ma egyre többet hallani, hogy hát nagyon sok gyermeknek vagy ételallergiája, vagy intoleranciája van, szinte tényleg mindenhol ez folyik a csapból is. Igen, igen, ezt tapasztaljuk mi is, és hát ezért lenne jó, ha odafigyelnének a szülők erre, csak az a baj, hogy ilyenkor jön be a generációs különbség, hogy a nagymamák, a barátnők, akik korábban szültek, azok ugye mást mondanak. És akkor megint jön a Facebook világa, ahol megkér, fölteszi a Facebookra az anyuka a kérdést, hogy ti mikor kezdtek hozzátáplálni, és hát ott borzalom, amiket lehet olvasni. Tehát azért találták, vagy azért fejlődik a tudomány ilyen szinten is, hogy az ember ebben is a saját egészségét, illetve a gyerekének az egészségét próbálja egy kicsit óvni. Én emlékszem, a saját gyerekeim pedig 20 évesek, akkor odafigyeltem ezekre a dolgokra, és az akkori tudásomnak megfelelően próbáltam őket táplálni, és szerintem sikerül így betegségeket kivédeni, allergiákat kivédeni, hiszen a bélrendszer a legnagyobb immunrendszerünk. Ha ezt tartanák figyelembe a szülők, akkor lehet, hogy egy kicsit másképp gondolnák. Nem akarjuk mi őket piszkálni ezzel a hozzátáplálással, csak egy kicsit mindig óvatosságra, türelemre próbáljuk sarkalni őket. Egyik része ugye a gyermekegészsége a ti munkakörötöknek, illetve feladataitoknak, de hát ez még sorolhatnánk, hogy mennyiféle más dolgokból is áll. Van azért ennek egy jogi része is, tehát vannak olyan esetek, amikor már hatósághoz kell fordulni. És egyébként én mostanában azt hallottam, hogy változtak itt a dolgok, mert hogy régebben úgy volt, hogy ha valaki nem akart, akkor nem vette igénybe a védőnői szolgáltatást, most már kötelező, ha jól hallottam. Január 1-től kötelező a védőnői szolgáltatást igénybe venni, úgyhogy nem lehet megtagadni. Régen ez úgy működött, hogy ha valaki nem kérte a védőnői szolgáltatást, akkor aláírt egy nyomtatványt. De ebben az esetben a védőnőnek jelezni kellett a gyerek jóléti szolgálat felé, hogy ez a család lemondott a védőnői látogatásokról, illetve ellátásról, és akkor a gyerek jóléti szolgálat vette át azt a feladatot, hogy kiment a családhoz és ellenőrizte, hogy mi a helyzet. Ha rendben találtak mindent, akkor 6 hónapos kor körül lezárták ezeket a dolgokat, ha addig szépen ment minden. És most nem lehet lemondani a védőnőket.
Nálad egyébként fordult elő, hogy bármilyen ügyből kifolyólag hatósághoz kellett fordulni? Hatósághoz fordultam összesen 3 esetben. Az első alkalom az hát nagyon régen volt már, de kiderült, hogy a csellengőkbe keresték a fiatalkorú anyukát, aki kórházban megszült, és az én körzetembe hozta volna haza a babát egy vadidegen emberek, vagy család, hát nem családhoz, mert emberek laktak egy lakásba és oda. Úgyhogy ebben az esetben kellett jeleznem a gyerekjóléti szolgálat felé, illetve hogy nem ad hazaadható a gyermek. És aztán 2 hajléktalan kismamám volt, az ő esetükben kellett még. Ezzel kapcsolatban van egy érdekes sztorid, azt elmeséled? Hát igen, jelentkezett hajléktalan kismama várandós gondozásra, kiállítottuk a kiskönyvet, és hát ugye a törvénynek megfelelően otthonában látogassam meg. Ők a Lövöldén táboroztak, laktak. Ez az épület egy szociális otthont szerettek volna ott fölépíteni, ami abba maradt, és ennek az épületnek a romjai között éltek ők. Nagyon kis komfortosan kialakították, tűzrakó helyük volt, ágyaik voltak, sőt, kisállatukat is tartottak, mindenük volt. Úgyhogy nagyon praktikusan berendezték, de hát nyilván ilyen helyre megint csak nem jöhet haza baba. Illetve az anyuka nem akart bemenni hajléktalan szállóra, ez volt a gond. És te segítettél is neki? Hát azután segítettem, amiután megszült, hogy hát ne essen legközelebb teherbe. Úgyhogy megbeszéltük a Várkörúton a nagy doktor úrral, hogy spirálfelhelyezés lesz a megoldás. És én pont szabadságra mentem, mikor ő neki ez a művelet történt volna, és találkoztunk szabadságidő alatt, és elkísértem, mert nem volt elég bátor, tehát ő azért nem tetetett föl, azért nem gondoskodott róla, mert egyrészt félt mindig az orvosoktól, úgyhogy elkísértem, és megtörtént ez is, hogy felhelyezték a spirált, és számon tartom, hogy ha látom, szóljak, hogy mikor kell cserélni, menni orvoshoz. Egyébként mennyire kísér egy nyomon egy picinek az életét? Mennyire jellemző az, hogy mondjuk szembe találkozol az utcán valakivel, akit mondjuk 20 évvel ezelőtt a szárnyaid alatt gondoztál? Az a baj ezzel, hogy ahogy felnőnek a gyerekek, annyira nehéz őket megismerni, annyit változnak, de a szülők szoktak rám köszönni, és mondják a gyermekeiknek, hogy nézd csak, itt van a védőnéni, de amikor ekkorka voltál, ő jött ki, és látogatott téged. Úgyhogy a szülők szokták a gyerekeiknek mondani, mikor összefutunk. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és meséltél erről a szakmáról. Én kívánom neked, hogy még nagyon-nagyon sok baba és gyermek lásson téged, és hát te is lásd majd őket, amikor nagyok lesznek. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!